Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Újra borfesztivál Solt Vadkerten a Vadkerti tónál. Újult borfesztivál. Zsolt Vadkert, Vadkertitó, július 1-2-a, 3-a. Részletes program a zsoltvadkert.hu és a Miendap alkalmazásban. A fesztivál támogatója a Szerencsejáték ZRT. Nyitott befogadó állomás nyílik a Szegedi úton. A városvezetés megerősített rendőri, közterületfelügyelő és polgárőri jelenlétet kér. Sok problémát felvetettek, közmeghallgatás volt ma Halason. Ünnepelnek a köztisztviselők és az egészségügyi dolgozók, zárva lesznek a hivatalok, a gyógyszertárak és az orvosi rendelők. A kulák üldözés áldozataira emlékeztek, gazdák meséltek az egykori eseményekről. Köszöntöm Önöket, számítunk a figyelmükre, tartsanak velünk. Most már biztos, hogy holnaptól egy ideiglenes, 200 férőhelyes, nyitott befogadóállomás kezdi meg működését Halason, a Szegedi úti volt honvédségi laktanya területén, az őrzött befogadóállomás mellett, de attól elkülönítve. A városvezetésnek mindezt ma délelőtt erősítette meg Csampa Zsolt önkormányzati koordinációért felelős helyettes államtitkár. A polgármester ezt követően adott ki egy közleményt. Ez szerint továbbra is szorgalmazzák a városban létesült migrációs központok mielőbbi bezárását, különös tekintettel a most megnyíló nyitott befogadóállomásra. A nem várt befogadóállomás miatt az önkormányzat előzetes lépéseket tett a köznyugalom és közbiztonság fenntartása érdekében. Fokozott rendőri jelenlétet kér a városvezetés. A rendőrök mellett a közterületfelügyelet is kiemelten kezeli majd a befogadóállomás környékét, és erre kérték a polgárőröket is. A közlemény teljes szövege hírportálunkon a halasmedia.hu-n olvasható. Most nem csak az önkormányzati képviselők beszéltek, ma délután közmeghallgatást tartott Halas képviselőtestülete, a legtöbben utakkal és közlekedéssel kapcsolatos problémákkal érkeztek. Igen, sokan éltek a lehetőséggel, ezúttal hetten kértek szót a halasi képviselőtestület közmeghallgatásán. Többféle kérés és kérdés is felmerült. Iványi András a polgárőrség nevében jelezte, hogy a város bevezető szakaszain táblával kellene jelölni, hogy polgárőrség működik a településen, illetve városi elismeréseket is javasol. Szeretnénk azt elérni, hogy egy kisebb rangú városi elismerést a civil bűnözők elleni harcban lévő polgárőröknek, illetve olyan személyeknek, akik szintén aktívan részt vesznek ebben a munkában. Szigeti László a Széchenyi úti közlekedésre hívta fel a figyelmet. Úgy véli, inkább arra a szakaszra kellett volna a fix trafipaxot telepíteni. Busz elősz, kamion elő, busz, 300-zal, 200-zal mennek, kismotor, ugye, hát ez valami szörnyű, rendszám nélküli kismotor, 80-na úgy repít, mint annak a rendje, biztos. Tehát ott már voltak balesetek, a Kazinci utcán, nem keresztelődésé nem is olyan régen. Ott valami szörnyű, a motorosok ugye egy keréken versenyeznek, valami szörnyű dolgok működnek ott azon részen, hiszen az utolsó lámpa a Selkutnál van, és egész Sóstóig egy egyenes terep van. Lehőc Erzsébet már nem először a vasúti fejlesztés iránt érdeklődött. Jó lenne tudni, hogy lesz ebből a vasútból, valami nem lesz a vasútból. Szerintem Szegeddel föl kéne, hogy vegyék a kapcsolatot, mert én Szegedről kaptam már levelet. Tasonyi Tamás több témával érkezett, például szóvá tette a sok galambot. A volt Emitel épületnél katasztrofális, vastagon áll a járdának a rampürülék. Ezügyben kérném szépen a hathatós intézkedését a városnak, mert előbb-utóbb lehet, hogy lehet, hogy már van olyan beteg kis kuhalason, csak még nem tudja az illető, aki a galambürülék porától betegedett meg, nem kicsit, hanem nagyon.
nagyon, és ő tartós beteg lesz. Varga Gizella az Erdei Ferenc térről kisebb kukára váltana, de sérelmezi ennek a menetét. Miért kell nekem plusz külön kukát venni? Nem értem. Én józan parasztésszel nem értem. Tessék szíves ezt nekem megmagyarázni, úgyhogy megértsem, hogy miért van ez, miért vagyok én másodrendű állampolgár. Nagy István több felvetése mellett egy örökzöld témáról is szólt, ez pedig a Kisfaludi utcai pihenőövezet, amit sok arrajáró nem vesz figyelembe. Piros a lámpa, akkor bevágnak, és ott 60-70-nel tényleg nagyon-nagyon csodálkozok rajta még, hogy nem történt ott egy nagyon-nagyon súlyos csúnya baleset. Nagy János szintén a Széchenyi úton élő gondjairól szólt. A hatalmas és zajos éjszakai forgalomra hívta fel a figyelmet, és azt kérdezi, lesz-e valami az elkerülő útból. A többszörösére fokozódott a forgalom, ez az éjszakai forgalmat jelenti legfőképpen, de nappal is érdemes lenne ezt kipróbálni. Mert ez a forgalom elsősorban nem holmi gépkocsi zajból származó, vagy nem holmi teherautó zaj, hanem többszörösen túlterhelt kamionokról beszélek, vagy üresen végigcsattogó trélerekről, amelyek abszolút nem tartják be, polgártársaim is említették, abszolút nem tartják be a forgalomkorlátozást, vagy a sebességkorlátozást. Érdemes ezt kipróbálni, hogy zörögnek ezek az üres járművek, ráadásul a teljesen leromlott műszaki állapotú úton, tehát az ágy mellett, mint hogy zörgetnek egy vádoglapot, vagy legörgetnek nagy vastömböket a lépcsőkön, ez folyamatos éjszakai zaj. A közmeghallgatáson felvetett kérdésekre és javaslatokra mindenki írásban fog majd választ kapni. Megcserélik a sorrendet. Valószínűleg még a nyáron elkészülhet a Bundzsák Sportközpont rekordtámpájája. A műfüves pálya megvalósítása pedig jövőre várható. A képviselőtestület beleegyezett a módosításba. Fejlesztések előtt áll a Bundzsák Dezső Sportközpont, Halas még tavaly ősszel egy nagyméretű műfüves pályára, idén tavasszal pedig egy 20x40 méteres rekordtámborítású pályára adott be pályázatot. Az MLS mindkét elképzelést támogatja, csak a megvalósítás sorrendjében történik változás. Előbb jön a rekordtám, és jövőre marad a műfű. Mindkét pályázatról tudni kell, hogy 70% tavóforrást kell összegyűjteni hozzá, illetve 30% önerőt kell biztosítani a városnak. Az eredeti elképzelés szerint a nagyméretű műfüves pályát 2016-ban, míg a rekordtámpályát 2017-ben valósítottuk meg. Azonban mivel már most rendelkezésre áll a rekordtámpályához a szükséges tavóforrás, illetve önerő is, ezért azt kérjük a képviselőtestülettől a csütörtöki ülésen, hogy módosítsuk a korábbi döntést, és az idei évben készüljön el a rekordtámpálya, és a jövő évben pedig a nagyméretű műfüves pálya. A képviselőtestület is hozzájárult a cseréhez, így akár már idén nyáron elkészülhet a rekordtámpálya a mostani aszfaltos pályák helyén. Tehát ez a kettő betonos pálya megszüntetésre kerülne, illetve ez az őket elválasztó domb, és keresztbe lenne helyezve a rekordtámpálya, itt a mostani sportpálya sarkába, és ezzel gyakorlatilag lehetőség nyílik arra, hogy még tovább lehessen bővíteni az akár most meglévő épületet, illetve hogy más beruházásokra is maradjon még tér a területen. Ugye tudni kell, hogy mind a rekordtámpálya, mind a nagyméretű műfüves pálya 4 évszakos, és a rekordtámpájának még az az érdekessége, hogy ezt nem csak labdarúgásra lehet használni, hanem szinte minden sportágra, tehát kézilabdára, kosárlabdára, teniszre, illetve akár tornaórákat is lehet majd itt tartani rajta. A fejlesztéseket már sokan várják. Óriási változást fog hozni. Egyrészt azért, mert rengetegen ki fognak jönni a 20-40-es rekordtámpályára. Futbolisták, kézilabdások, atléták, tehát ott alapjában mindent lehet csinálni, és ugye ez lábkímélő. A 20x40 méteres új pálya és a jövő évre tervezett műfüves pálya után még egy nagy feladat marad a sportpályán, ez pedig a leromlott állapotú, salakos futópálya rendezése. Sokak szerint ide is rekordtámborítás kellene legalább 3 pályán. A Bundzsák Dezső nevéhez méltóan egy komoly sportbázis lenne.
Ugye itt van a CrossFit, akik már nagyon sokan járnak a terembe, és azok általában futnak is, és hát ők is panaszkodnak, hogy sajnos a lábuk, a bokájuk nem nagyon bírja ezt a salakos pályát, és ezért a fűvön futkároznak. Ettől függetlenül ők is futnak, meg hát biztos vagyok benne, hogy ha meg lesz ez a rekordtán, akkor nem ennyien, hanem ötször ennyien fognak kijönni a pályára futni. Sok helyen zárt ajtókat találunk majd holnap. Július 1-e munkaszüneti nap lesz a köztisztviselők és az egészségügyben dolgozók számára, ugyanis pénteken lesz a köztisztviselők napja és a Semmelweis nap is. Emiatt zárva lesznek a gyógyszertárak, valamint zárva tartanak a háziorvosi rendelők és a szakrendelők is. A kórházakban és a mentőszolgálatnál természetesen ellátják majd a betegeket. Zárva lesznek többek között a NAV ügyfélszolgálatai, és mint ahogy már korábban is jeleztük, a kormányablakok és az önkormányzati hivatalok is. Egységes cégéreket kapnak a Városház épületében működő üzletek, vállalkozások. Az ide gyártatott kovácsolt vastáblákat ma kezdték el felszerelni. Az önkormányzat már a Városház épületének megújításakor jelezte, hogy így módon is egységesíteni fogják az épület portáljait. Az épület homlokzatának felújítása után ezért nem kerültek vissza a korábbi cégérek. Ez a lépés is azt szolgálja, hogy esztétikus legyen a város centruma. Elmesélték, miként élték meg a vészterhes időszakot. Szerdán este a Végkúria udvarán rendezték meg a kuláküldözés áldozatainak emléknapját. A rendezvény érdekessége volt, hogy ezúttal nem egy szónok mesélt az egykori eseményekről, hanem azok a gazdák, akiknek családját tönkretették az igazságtalan döntésekkel. Én a tehenet nem adom. De én sem. Voltam én eleget tehénnéki a másik világban. Úgy is van. Akasszanak föl, lőjenek, agyon törjenek kerékbe. Úgy is van. Akkor se adom. De én sem. Ha mit gondolod az állatorvos? Részlet egy 1940-es évek végén készült propagandafilmből, amely bemutatja, milyen nehéz helyzetbe kerültek azok a magyar gazdák, akiket kuláknak tituláltak. Ezek a képsorok pedig már szerdán este készültek a Végkúria udvarán. A kuláküldözés áldozatainak emléknapján hiteles történelmi visszatekintést kaphattak a résztvevők. 1948-ban hirdette meg Kecskeméten augusztus 20-ai beszédében Rákosi Mátyás azt, hogy a kulákokat el kell tüntetni, mert akadályozzák a szocialista fejlődést, és ezt a napot tekintjük, és ezt a helyet tekintjük a kuláküldözés kezdetének. Aki ugye 25 holdnál nagyobb földbirtokkal rendelkezett, vagy 5 holdnál nagyobb szőlővel, vagy cséplőgépe, malma volt, magyarul gazdag paraszt volt, de bárkit kulákká minősíthettek, hogyha a helyi pártvezetés úgy gondolta. Ekkor kuláklista készült, körülbelül a 70-75 ezer ember került föl erre a kuláklistára, de még a gyerek a naplóba ott is a K betűt viselte, tehát ők kifejezetten ugye osztályjelenséggé nyilvánították, és 53-ban szűnik meg a kuláklista. A rendezvényen ezúttal nem egy szónok elevenítette fel a kuláküldözés legmeghatározóbb momentumait. Olyan ma még élő halasi gazdák meséltek, akik gyermekként vagy fiatalemberként élték meg ezt a vészterhes időszakot. Én még gyerek voltam, a szüleinket behívták, szomszédokat, az egész Alsó-Fehértó, én kiskomoros születésű vagyok, és Alsó-Fehértón éltik az életünket, és a jobbmódú gazdembereket ugye állandóan nyaggatták, később aztán erőszakosan behoztak bennünket, és tetlegességre került a sor. Úgyhogy mi állítólag bűnösök vagyunk, kizsákmányolók vagyunk, mi földgyújtottuk a TSZ-nek a szalmakazalját, meg ilyen mesékkel, hogy tényleg az ember nem, egyszerűen nem is értette. Az érintettek azt mondják, nem lehet megbocsátani azt, hogy ok nélkül ellehetetlenítettek családokat és tönkretettek életeket. Szemlélője voltam annak, hogy a szüleim hogy mentek tönkre, az állandó idegállapot. Ott éjjel-nappal állandóan mászkáltak, adókönyv, ez, az, néztek minden épületet, fölapadlásokra, mi van, nem éjjel van dugva, puska, meg ilyen marraság. És akkor egyik alkalommal hívott a végrehajtó,
kinyitja a könyvet, mert semmicsoda rendes kulák kifizetett mindent. Szegény édesanyám kérde, hogy maguk szerint van olyan. Hát azt mondja, maguk kifizettek mindent, de szeretném megnézni a magtáratunkban, azt mondja, ahun a mutkó volt. Mérges volt. Meg is találta. Szétnéz, azt mondja, hogy hát azért rendben van minden, de pótbeszolgáltatás lesz, és 5 mázsa rozsot hozzunk be, de nem tudom, hogy miért költött, hogy minden raktár területet a gimnáziumnak a régi, hogy hívják el, a tornatermébe. Oda költött hozni 5 mázsa rozsot. A Végkúria udvarán jelenlévők egészen estig hallgatták a sokszor megrázó, keserű történeteket. Napokon belül indul az újabb hűtőgépcsereprogram. Ezúttal is régiónként lehet majd pályázni. A Délalföldön, így a térségben élő nyugdíjasok, illetve nagycsaládosok július 11-től jelentkezhetnek. Amennyiben a 2 nap után még maradt szabad forrás, július 13-tól a további magánszemélyek is beadhatják támogatási kérelmeiket. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 500 millió forintot biztosít a hűtőgép cserére az Otthon Melege program keretében. A támogatás mértéke az új hűtőgép vagy fagyasztógép vételárának 50%-a. A cél, hogy energiatakarékos készülékhez jusson a lakosság. Újra beüzemelték a csobogót a Bocskai utcában, a tornaszobor mellett. Korábban itt volt a főtérről áthelyezett gömbös szökőkút. Mivel a gömbök folyamatosan lepattogtak, megcsúnyultak, lecserélték azokat egy praktikusabb, könnyebben kezelhető formára. A megújult csobogót a napokban üzemelték be, így a mostani nagy melegekben már üde látvány nyújtanak a vízsugarak. Most pedig egy-egy mondatban összefoglaljuk a nap főbb híreit. Nyitott befogadóállomás nyílik a Szegedi úton. A városvezetés megerősített rendőri, közterületfelügyelő és polgárőri jelenlétet kér. Sok problémát felvetettek, közmeghallgatás volt ma Halason. Ünnepelnek a köztisztviselők és az egészségügyi dolgozók, zárva lesznek a hivatalok, a gyógyszertárak és az orvosi rendelők. A kulák üldözés áldozataira emlékeztek, gazdák meséltek az egykori eseményekről. A híradót követően jön az időjárás jelentés, majd a napi mozaik. Ebben a halasi gazdák ma bővebben is mesélnek a kuláküldözésről. Fél 8-tól kulturális magazinunkkal a Kultúrképpen jelentkezünk. Mészáros Erika már itt van a stúdióban. Szia, ma milyen témákkal várod a nézőket? Szia Erika, köszöntöm én is a kedves nézőket. Ma a Szent Iván éjjel vigadalom. Egyik zenekarával kezdünk, a Korinda zenekarral. Azután összefoglaljuk a múzeumok éjszakájának a programjait, végül pedig a Jam for Joy zenekar kulisszái mögé is betekintünk. Ritter Nándornéval, a Nemzetközi Zsidótáborról, Vajgel Pállal, a Sóstói Kiskastélyban látható kiállításáról és a Csipkeházi térplasztikájáról, ami most készül, arról fogunk beszélgetni. Fejes Józsefné pedig a közelgő Bábos táborról fog elárulni részleteket, tartsanak velünk. Köszönöm a tartalomismertetőt. Önöknek már köszönöm a figyelmet, holnap viszont újra jövünk a friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!